Folyamatos a fertőtlenítés a Bács-Kiskun megyei oktató kórházban a betegek és a kórházi dolgozók védelme érdekében. A kórházban március óta érvényben vannak az általános infekciókontroll szabályok. Ezek közül az orrot, száját eltakaró maszk használatot és a megfelelő távolságtartást ellenőrzik. Víruselő fertőtlenítőt használnak mosáshoz, mosogatáshoz és a műszerek fertőtlenítésére. A bekerülő járó vagy fekvő betegeket részletesen kikérdezik a tünetekről, hogy ki kiszűrék az esetleges fertőzötteket. Dr. Patyi Márta, a Bácskiskun megyei oktatókórház kórház higiénikus főorvosa elmondta, fontos változás a koronavírus második hullámában, hogy már nem a 60-65 év felettiek elsősorban a veszélyeztetettek, hanem a 30 év alattiak. Hozzátette a tavaszi időszakban egy fertőzöttnek átlagban egy másfél fertőzött kontaktja volt, ez a szám augusztusra 2 25 félre nőtt. A szakember hangsúlyozta, mindenkinek be kellene tartania a magánéletben is a távolságtartás, maszk használat, készfertőtlenítés és a szellőztetés szabályait, mert jelenleg ezek a legjobb eszközök a védekezésre. A témával kapcsolatban hosszabb összeállítást láthatnak kiemelő magazinunkban.